A hagyományokhoz híván Rákosmente önkormányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház közös szervezésében megvalósuló Szent István napi programsorozat várta az érdeklődőket augusztus 20-án a Keresztény Magyar Állam alapításának és 1000 éves folytonosságának emléknapján. A délelőtti események között szerepel többek között a Rákosmenti kertbarátkörök kiállítása, valamint a Tiszta udvar rendes ház és a legszebb előkert pályázatok díjkiosztója, a délutáni órákban pedig egyebek mellett a Grund fiúzenekar és Wolf Kati szórakoztatta a közönséget a Nyúldombon. A Rákosmenti kertbarátkörök kiállításával vette kezdetét a Szent István nap Rákosmentén elnevezésű rendezvény a Vigyázó Sándor Művelődési Ház aulájában. A nyár utolsó hónapja a termények betakarításának időszaka is, így a zöldségek, gyümölcsök termesztői már hagyományosan minden év augusztus 20-án bemutathatják éves munkájuk eredményét. András Károly, a Budapesti Kertbarátkörök elnöke beszédében megköszönte a klubtagok munkáját, és az idei nyár természeti nehézségeire hívta fel a figyelmet. Ha visszagondolunk a márciusra, amikor időben nem tudtuk elkezdeni a vetéseket, és a borsó csúszott több mint 3 hetet, aztán jöttek a hidegek, jöttek a melegek, de aztán utána jött ez az óriási meleg, és nem csoda az, hogy kevés a termés. De azért, biztos mindenki hallotta, előrébb vagyunk 2-3 héttel, mert annyival előrébb érik nem csak a szőlő, hanem maga a zöldség termése, és nem csak hogy érik, hanem leérnek. Tehát ez is befolyásolja ezt a munkájukat. A folytatásban egy másik tárlat is megnyitotta kapuit. Neszt Géza, a Rákosmente Fotóklub vezetője, a Balonyi Galérián megtekinthető Fókuszban a világ című kiállítást mutatta be. Kiemelte, augusztus 29-ét a Magyar Fotográfia napjaként tartják számon, így nem szabad megfeledkezni erről a dátumról sem. Hozzátette, klubjának tagjai arra törekszenek, hogy felhívják a figyelmet a fotóművészet már-már elfeledett értékeire. A délelőtti programfolyam a Tiszta udvar rendes ház és a legszebb előkert pályázat ünnepélyes eredmény hirdetésével folytatódott. Összesen 14 udvart és előkertet díjaztak, az elismerést Riz Levente polgármester adta át a nyerteseknek. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői ökumenikus szertartás keretein belül áldották és szentelték meg a nemzeti szalaggal átkötött ünnepi kenyeret. A református egyház részéről Fülep Beáta lelkész, az evangélikus egyháztól Nagyné Szeker Éva lelkész, a katolikus egyház képviseletében Molnár Miklós plébániai kormányzó, a görög katolikus egyház nevében pedig Gulyban Gergely parókus atya áldotta meg az új kenyeret. A látogatókat a délelőtti programsorozat zárásaként Piti Katalin operaénekes, Liszt díjas, Magyar Érdemrend középkereszttel kitüntetett érdemes művész műsora várta, amelyben hazai zeneszerzők és költők művei hangzottak el. A délutáni órákban kézműves foglalkozások, lovagoltatás, ugrálóvár, állatsimogató és meg annyi finomság várta az érdeklődőket. A gyermekek szórakoztatására pedig a Tatai Színház látogatott el a rendezvényre a Bőrönd mesék című előadásával. Pistuli, kérlek, nyisd ki a kehet! Hát húzodjunk meg az esőn belül! A pirosat! Örömest befogadom! De a sárgát, meg a fehéret! Azt nem. Az augusztus 20-ai koncertek sorát a Grund nevű formáció fellépése nyitotta meg. A Víg Színház fiúzenekara elsősorban klasszikus rock számokat felsorakoztató, lendületes zenei programmal készült. A legfontosabb koncepció, ahogy az elején is említetted, öröm. Örömmel ülünk oda az összes hangszer mögé, amit csak a színpadon találunk, és miután színészek vagyunk, azt játsszuk, hogy tudunk gitározni, dobolni, énekelni, basszusgitározni, úgyhogy ezt a színészi örömet alakítjuk át ilyenkor ezekben a számokban a zenészi örömmé. Egyszer itt a városban veled hősös játszottam, de te elfutottál, jól tettem, mert az egész utcát fölvertem. Egyszer aztán váratlan kerítésen átpattam, egy labda, amit visszarúgtunk, jött a fűszó, rendek rúgtunk. A Cimbali Band Danics Dóra közreműködésével lépett színpadra. A világzenei előadás igazi fesztivál hangulatot teremtett a nézőtéren. A nemzeti ünnep alkalmából a szervezők egy meglepetéssel is készültek. A résztvevők az egész nap folyamán kitölthettek egy Szent István életével kapcsolatos kérdőívet, és a helyes megfejtők között kisorsoltak 5 darab komáromi kis leánytortát, amely az idei év országtortája lett. Milyen kép, milyen jel,
A koncert folyam Wolf Kati előadásával zárult. Az énekesnő mostanában új témákat szeretne feldolgozni dalaiban, a szerelmi viszonyok mellett a baráti kapcsolatok fontosságára hívja fel a figyelmet. Most jött ki nyáron egy új dalom, ezt most fogom is itt énekelni, ami nem egy szerelmes dal, mert szerettem volna már jó ideje egy olyat, ami a barátságról szól. Szerintem sokunk életében az is egy nagyon, nagyon fontos, néha még fontosabb kapcsolat is, mint a szerelem, és méltatlanul kevés zene szól róla. Úgyhogy ez az Itt vagy című dalom, ezt nem fogom énekelni, de már azóta készül a következő is. Igen, én hiszek abban, hogy mindig kell új dalokkal kijönni, mert az ember... Egyrészt, mert egy énekesnek legyen dala, meg mindig van olyan mondandó az embernek, amit egy énekes nyilván egy dallal fog megmutatni. A Vigyázó Sándor Művelődési Ház munkatársai a következő hetekben is nagyszabású szabadtéri eseményekkel várják a résztvevőket, mondta Klein Marianna, az intézmény igazgatója. A szeptember 1-től indul az új évad, és ahogy már szokás, minden kerület részben a jól bevált, megszokott szabadtéri fesztiválokkal folytatjuk mi, vagy kezdjük inkább az őszi évadot. Mindjárt szeptember 8-án az Aranykút Fesztivállal várjuk a látogatókat. A következő hétvégén a Virágtelepi Fesztivállal kedveskedünk, és szeptember 22-én az Európai Autómentes Nap lesz a valójában az ősz legnagyobb szabadtéri rendezvénye. És még utána hátra van egy Rákoshegyi Napok szeptember utolsó hétvégére, úgyhogy valóban szeptemberben minden hétvégén kínálunk a kerületi lakóknak valamilyen szabadtéri rendezvényt. Augusztus 20-án az elmaradhatatlan ünnepi tűzi játékra Rákos mentén is sor került. A legfontosabb történésekről bővebb összefoglalót az augusztus 31-i Kaleidoszkóp című magazin műsorunkban láthatnak.